2017. január 1-től újabb alapvető élelmiszerek áfája csökken. 27%-ról 5%-ra csökkentenék a tej, a tojás és a baromfi forgalmi adóját, ami a hazai termelők piaci helyzetét is támogatná, mondta Erzsigó Róbert bajai sajtótájékoztatóján. A kormány javaslata alapján a legfontosabb élelmiszerek mellett az éttermi szolgáltatások és az internet hozzáférés áfakulcsa is csökkenne. Az oktatásra 270 milliárd forinttal nagyobb összeget különítenek el, ennek nagy részét a pedagógusok keresetek emelésére szánják. Az egészségügyre 167, míg béren kívüli juttatásokra 155 milliárd forinttal jut több jövőre, a magyar családok otthon teremtésére pedig 211 milliárd forintot fordítana a kormány. A javaslat alapján 2019-re a gyermekenkénti 10 000 forintról 20 000 forintra növelnék a havi adókedvezmény összegét. A 2017-es év költségvetéséről elmondhatjuk, hogy egyrészt az adócsökkentés, másrészt pedig az otthonteremtés költségvetése. Az otthonteremtés tekintetében a 2017-es beterjesztett javaslat is tartalmazza azokat az összegeket, amellyel igénybe tudják venni a családi otthonteremtési kedvezményt azok, akik új lakást vagy használt lakást szeretnének maguknak. A nemzetgazdasági miniszter április 26-án nyújtotta be az országgyűlés alelnökének a törvénytervezetét. A parlament az általános vitát május 10-én kezdi. A módosító javaslatok benyújtására május 12-ig lesz lehetősége a képviselőknek. A parlament várhatóan június 13-án fogadja el a végleges költségvetést.